Ez minden évben egy ismétlődő program, és ezen alkalommal adták át azt az oklevelet, amelyben Lusonium Romkert, ami valaha egy római katonai tábor volt, Tolnaikum lett, vagyis Tolna megyei értékké vált, hiszen eddig csak helyi érték volt. Az más kérdés, hogy régészetileg és művészettörténetileg egy védett terület, eleve, már hosszú évek óta, de még nem tartozott a Tolna megyei értékek közé, úgyhogy most ezennel ez is megtörtént, hiszen Tolna megyében ez az egyetlen római kori romkert, ami látható, megtekinthető. A Római Birodalom során négy katonai tábor helyezkedett el Tolna megye területén, ezek egyike volt Lusonium, és ez az egyetlen, amely látogatható, a többi az föld alatt pihen most is. A római korból több romkert is van az országban, de ilyen úgynevezett nem beépített jellegű nagyon kevés. Ennek az a különlegessége, hogy ide nem épült semmi a római kor óta, hiszen szántóföldként funkcionált, és éppen ezért ez a segédcsapati katonai tábor, és ezt fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egy legiós tábor volt, mint Aquincum, ez a segédcsapati tábornak a nagysága, az itt érzékelhető. Érzékelhető az is, hogy miért határvédelmi rendszer része Lusonium, hiszen valaha a Duna, a mostani hatos út helyén folydogált, és lehet látni, hogy a túlpart, ahova most mondjuk, ha messzire elnézünk, akkor az már a barbarikum, vagyis a barbárok által lakott terület. Tehát ennek a bizonyos limesznek az egyik láncszeme volt Lusonium, és ez adja az egyik jelentőségét. A másik jelentőségét az adja, hogy itt érzékelhető az is, hogy hol helyezkedett el az a, hát tulajdonképpen falu, ami minden katonai táborhoz tartozott, ami segédcsapati tábor, ezt ugye latinul vicusnak nevezzük, mert a környező dombokon foglalt helyet az a lakosság, akiknek az élete kapcsolódott valamilyen úton, módon az itt élő katonák életéhez, és ennek a katonai tábornak megvan a késő római temetője is, szintén a környező domboldalon, tehát az egész terület, ami akkor lakott volt, elképzelhető, hogy hogyan nézett ki. Ennek az elképzelésnek a mikéntjét egyébként a Paksi Városi Múzeumban lehet megtekinteni, hiszen az itt előkerült leletanyag ott van. A Paksi Múzeum a 70-es évektől kezdve folyamatosan végez ásatásokat a katonai táboron belül, illetve a hozzátartozó vicus és annak temetőjének bizonyos részein. Maga a területnek a munkálatai, azok is tulajdonképpen folyamatosak voltak. 2003-ban jött létre a déli oldalon maga a romkert, a tipikus, klasszikus romkert forma. 2008-ban épült fel a mögöttem is látható úgynevezett kilátó, ami a valamikori tábor kapunak a helyén épült fel, és azt imitálja csak fa toronyformában és nem kőformában. És hát a kettő között tulajdonképpen karbantartási munkák zajlottak, például tavaly lett felújítva ez a bizonyos kaputorony, mert hát miután fából készül, elég rossz állapotban volt már. Tehát ezek azok a munkák, amelyek Lusonium területén eddig folytak, és hát természetesen vannak elképzelések, hiszen egy ilyen romkertnek akkor lesz vonzereje, hogyha tovább fejlesztik és nem jelen állapotában marad. Van egy pályázat, egy futó élő pályázat jelen pillanatban, ahol már a tervek megszülettek arra vonatkozólag, hogy egy úgynevezett római játszótér fog épülni a táboron kívül, ami olyan játékokkal lesz felszerelve, ami a római katonai életet kicsit imitálja a gyerekek számára, illetve egy hát úgynevezett római füvészkert, tehát olyan növényeket próbálunk ültetni, amelyek a római korban fűszernövényként szolgáltak, hiszen ők nagyon-nagyon sok ízesítést használtak valaha, hogy az emberek megismerkedjenek ennek a római konyhának az ízvilágával az élő növényeken keresztül. Hát aztán, hogy a későbbiekben mi fog még történni, az már a jövő titka, hiszen minden attól függ, hogy van-e pályázati lehetőség, milyen pénzek állnak rendelkezése ahhoz, hogy tovább fejlődjön ez a romkert. A pandémiás helyzet, bármennyire is meglepő, még egy ilyen időtálló értékre is hatással lehetett. Sajnos. Lemaradtunk egy úgynevezett Lusonium napról, amely júniusban lett volna, idén június elején. Már ugye megvolt a megbeszélés, lejöttek volna
úgynevezett legiósok, akik ugyanitt nem állomásoztak, de látogatást tettek volna, és olyan programokat próbáltunk összeállítani, ami itt a római katonai életet bemutatta volna úgy gyerekeknek, mint felnőtteknek, árusokkal, akik csak olyan portékát, saját termelési portékát árulhattak volna, amelyek a római korban is megvoltak. De ennek a kidolgozása félbe maradt, hiszen amikor eljutottunk odáig, hogy teljes egészében lássuk a programot, akkor következett a pandémiás időszak, és innentől kezdve ezt le kellett állítani. Azonban megpróbáljuk a jövő évben ezt megvalósítani. Viszont már volt itt egy koncert, azt hiszem, hogy körülbelül egy héttel ezelőtt, a tömbelső koncertek mintájára, amit a Dunakömlődiek szerveztek, és ez nagyon jól sikerült. Tehát megpróbáljuk használni magát a romkertet, arról nem beszélve, hogy ha a múzeumnak van gyerektábora, és nem pandémiás időszak van, akkor a gyerekeket is ki szoktuk idehozni, és nagyon sok látogató érkezik egyébként, egyéni formában is, és csoportos formában is, akik úgymond vezetést kérnek ezen a területen, hiszen úgy sokkal érdekesebb, hogyha az ember el is mondja, hogy mit kell itt nézni, és mit lehet itt látni.